is, kohóba vetnek. Utcazenével, kolbász és pálinka kóstolással érkezett ma Budapestre a Lír király. Elhívtuk a legjobb kolbászunkat és a legfinomabb pálinkákat, kóstolják meg. Így mutatkozott be a Békés Csabai Jókai Színház a Vidéki Színházak Fesztiválján, a Pesti Broadway, a Tália Színház előtt. Bereményi Géza, a Tália Színház igazgatója, azt mondja, hogy a sikerek azt bizonyítják, hogy jövőre is meg kell rendezni a fesztivált. Valóságos városi napok lesznek nálunk. Most éppen Békés Csaba mutatkozik be Budapestnek, és hát ennek nagyon örülnek szintén a vidéki színházak és mi is. Kezdjük a második részt. Ez már a második vidéki színházak fesztiválja az idén, amit a Tália Színház új vezetése szervezett. A bemutatkozó színházakat és a darabokat egy öttagú zsűri díjazni is fogja. Mondhatni versenyhelyzetbe kerülnek itt a vidéki társulatok, és módjuk van arra, hogyha kedvük van és vállalkoznak rá, hogy az érdeklődőknek bemutassák az évadukat is. Shakespeare Lír királyának rendhagyó rendezésével érkezett a Békés Csabai Jókai Színház társulata. Hatalmas hangkavalkád van a színpadon. Azt is szeretem, hogy nagyon üres térben játszunk, tehát igazából az oszlopokon kívül nincsen nagyon díszlet. A speciális effekteket Fekete Péter, a színház igazgatója tervezte. Dolby Surround van a Jókai Színházban, 7.1-es Dolby Surround. Hátulról jön a vihar, zaja, bent vagyunk a háború közepében, a helikopterek körbe mennek a fejünk fölött. Amit a moziban már megszoktunk, azt most megpróbáljuk a színházba is becsempészni. A címszereplő Kovács Frigyes szerint garantáltan sokkoló, katartikus és felkavaró lesz a darab. Az életemben föllelhető eddigi behegget, vagy még be nem hegget sebeimet, ezeket újra föltéptem, és hát ezeket mutatom most meg a színpadon. A vidéki színházak találkozóján összesen 11 színház mutatkozik be, mások mellett a debreceni, a zalaegerszegi, a kecskeméti, a szolnoki, a veszprémi, vagy a kaposvári színház is.